Megyünk tovább a telefonvonal túlsó végén, Krausz Péter, a Policy Agenda vezető elemzője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlömet és a hallgatókat is. Van egy friss felmérés, amit önök készítettek, nevezetesen azt, hogy a pártválasztók és a civilek, az emberek, a választópolgárok mennyire hisznek abban az új kampányban, amit ugye a kormány részéről látunk az elmúlt hetekben, mondhatjuk azt tulajdonképpen, hogy hónapokban. Na nézzük, hogy hogyan alakult ez a felmérés. Először is azt tisztázzuk, Péter, hogy hány embert kérdeztek meg? Ugye itt látszik, hogy egy 1000 fős reprezentatív mintán készült a telefonos felmérésünk január közepén. Tehát mondhatjuk azt, hogy friss adatokkal rendelkezünk. Hogy szólt a kérdés? Ugye úgy szólt maga a kérdés, hogy ön egyetért az állítás, hogy vannak civil szervezetek Magyarországon, akik bevándorlási irodákat kívánnak létesíteni a soros tervelő segítésére. Tehát ugye ez a kérdés már múlt héten többször is, több etapban és a jövőben is fogjuk vizsgálni, ugye itt a kampány kereteiben a soros tervvel, Soros Györgyel kapcsolatos kormányzati propagandát, ugye, hogy ez hogyan csapódik le a lakosságban, hiszen ilyen nagy erőket, ilyen nagy infrastruktúrális energiákat fordítanak. Erre tulajdonképp más kampánya nincs is a kormánypártoknak, tehát ha végig gondoljuk, akkor ez a mostani választási kampányukban semmilyen más elem nem található, meg van még ugye a migráns kérdés, de hát ugye ez összefutott ezzel, hiszen ebben a kérdésben is pontosan azt látjuk, hogy van benne ugye a Soros, a civil szervezetek és a bevándorlók. Tehát ez a három szó az, amely leegyszerűsítette a Fidesznek tulajdonképpen a választási kampányát. Az elemzők, Péter, az elemzők már most azt mondják, hogy tulajdonképpen politikai értelemben volt értelme elindítani, hiába került ez 30 milliárdba, tehát hogy bődületesen nagy összegbe, de volt értelme elindítani ezt a kampányt, mert hogy igaz, hogy a megkérdezettek többsége tulajdonképpen, bár ugye ez nem feltétlenül igaz mondjuk a Fidesz szavazókra, mert ők azért többségében tényleg elutasították, vagy nem hisznek ezekben a szervezetekben? Az az érdekes, hogy még a Fidesz szavazók között is 52% azt mondta, hogy nem hiszi azt el, hogy civil szervezetek bevándorlási irodákat akarnak létesíteni. Tehát a Fidesz szavazók, akik ugye, akiknek maga a kampány szól valójában, mert azért ugye máshonnan nehéz ezzel a kampányal új szavazókat szerezni, még ő közöttük sincs teljes egyetértés ebben, sőt 52% nem hiszi el. Ugye a teljes lakosságban ez az arány 59%, aki ezt nem hiszi el. A baloldali liberális szavazók között 78% ilyen nem hisznek ebben a dologban, és ami érdekes, ugye a Jobbik szavazói, akik azért ugye hagyományosan a jobb oldalhoz sorolhatók, tehát értékrendben azt gondolom, hogy inkább a Fideszhez állnának közelebb, ő náluk is 66%, aki nem hisz ebben a dologban. Mennyire sikerült, bocsánat Péter, csak voltak esetleg olyan kérdések, vagy a későbbiekben az önök részéről lesznek olyan kérdések, amit nagyon sokszor emlegetnek szintén elemzők, hogy sikerült-e demonizálni egy embert, akit úgy hívnak, hogy Soros György? Hát ugye pont nekünk két héttel ezelőtt volt egy ilyen kutatásunk, de ezt valószínűleg fogjuk egyébként folytatni a jövőben, ugye ez és ez egy vitatott téma volt sok helyen, ezért jó, mert vitát generált, tehát mi nagyon örültünk ennek a dolognak. Ugye arról szólt, hogy van-e olyan, elhiszi-e azt valaki ma, hogy Soros György pártja megnyerheti a választásokat. Ugye ez már tényleg arról szól, hogy mennyire sikerült egy embert és egy szervezetet, illetve bármit, amit neki tulajdonítanunk, démonizálni, ahogy ön kérdezi. És ugye abból az aspektusból pedig az derült ki, hogy a lakosság többsége elhiszi azt, hogy Soros Györgynek ma már van pártja, tehát akár konkrét politikai befolyást is szerezhetne az országban, ha ő akarna. Na legközelebb innen folytatjuk. Krausz Péternek köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk rá, szép napot, viszont hallásra!